Szerintem ez is megtettem neked. Igen. Aztán melyik? Ápolónők végzik a napi teendőket a József András Oktatókórházban. Munkájuk az egyik legfontosabb az ellátórendszerben, mégis egyre kevesebben vannak. Ráadásul sokan igen alacsony szakképesítéssel rendelkeznek. Ezt a tendenciát igyekszik megállítani az a képzési projekt, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, mintegy 1,8 milliárd forintból. A projekt részeként országosan 24 helyszínen, köztük Nyíregyházán nyílik lehetőség arra, hogy az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, OKI előtti szakképesítéssel rendelkezők OKI is szakképesítést szerezhessenek. Tudjuk azt, hogy országosan ápolói hiány van, és egy olyan hiány is föllép időnként, hogy a kórházban dolgozóknak nincs meg az a megfelelő alapképzettségük, amivel ők esetleg valami szakirányba el tudnak mozdulni. És ez a program, ami most indul, és országos program, ez most lehetőséget biztosít arra, hogy korábban más végzettséggel rendelkezők megszerezzék azt a bizonyos OK-s végzettségnek megfelelő diplomájukat, és ezáltal ők későbbiek folyamán más szakirányba is tulajdonképpen tovább tudnak menni. A felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési programban 48-an vehetnek részt. Ők általános ápolói, valamint gyermek- és csecsemő ápolói képesítést szereznek. A projekt az ellátórendszerre is pozitív hatást gyakorol, ugyanis a megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humán erőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvonalán, hozzájárul a biztonságos betegellátáshoz, javul a beteg állapota, egyúttal csökkenhet a kórházi napok száma. A kvalifikált munkaerő biztosításával pedig előnyösen változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése is. A projekt célja továbbá, hogy a képzések által elősegítsék az ellátórendszerben dolgozók szakmai előmenetelét is, amely fizetésemeléssel is járhat.